Érkeznek a partra a PET hajók, a csapatok az elmúlt napokban építették meg saját úszó alkalmatosságaikat. A PET Kupa programja az elmúlt két napban már elindult, megtisztítottak egy ligeterdőt, saját hajóikat az ott összeszedett, illetve a szelektíven gyűjtött lakossági hulladék palackjaival készítették. Itt például egy fémmázas hajót töltöttek meg a palackokkal. A mi hajunk körülbelül 1600-1700 darab palackot hord magában, és nagyon jól úszik. 5 méter szer, 2,5 méteres a fedélzetünk, és büszkék vagyunk rá egyelőre. Ez a hajó a Bandisztán nevet kapta építőitől, közel 800 palackból és 5-6 raklapból készült, amit végül lemezzel fettek le. Nem volt olyan nehéz megépíteni ezt a hajót, szombat délután kezdtük el, kicsit későn értünk ide, és vasárnap fejeztük be. Valójában már Budapesten elkezdtük, illetve gyáron előmunkálatokat, de azt ki kellett dobni, amikor megláttuk, hogy itt milyen jó faanyagok voltak felhalmozva. És azért jöttünk el, mert én szerettem volna. Tavaly nyáron láttam a hirdetést, meg hogy lement ez a túra, és nagyon megtetszett a gondolat is, meg hogy ilyen buli hangulatban lehet eltölteni egy hetet a Tiszán. A hajós flotta végül 11 óra után indult el Szatmercsekéről. Tiszamogyorósi végállomásukra szombaton érnek majd. A verseny már a környezetvédelmi programmá alakult. A szervező csapat 4 évvel ezelőtt figyelt fel Tokajnál arra, hogy rengeteg petpalack úszik a vizen. A verseny ötlete is innen indult. Az élővizek védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet, továbbá népszerűsíteni a vízisportokat, mert itt a háttérben is rengeteg kenus fog részt venni ezen a túrán, úgyhogy jó lenne, hogyha jobban kihasználnánk a tiszai evezős helyeket, és nem utolsó sorban egy nagyon jó csapatépítő, közösségépítő tréning, mert most itt leszünk 130-an, 140-en, van 10 önkéntesünk, tehát itt egy hét alatt a Tiszán kanyarogva egy hulladékból készült hajó nagyon jól összekovácsolódik a csapat. A csapatok napi 15-20 kilométert hajóznak, közben gyűjtik a vízen úszó hulladékokat, valamint bizonyos szakaszoknál meg is állnak, ott a parton is tisztítják a környezetet. Az elmúlt években így átlagosan 2-3 tonna hulladékot is összeszedtek az önkéntesek.